Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban kipróbáljuk, hogy milyen is ez a fújható fólia. Más néven, hát sokan plastiditnek nevezik. Ez motipos spray plast. Obiba lehet kapni. Az a lényege, hogy ez egy fújható fólia, szóval lehúzható száradás után. Úgyhogy ha valami mégse tetszik, vagy nem jó, vagy le kell venni valaki mondjuk a lámpáját, a sötétíti ilyennel, és levetetik, vagy le akarja venni, az csak simán megkezdés, lehúzza, ennyi előnye van neki. Én nem a lámpákat fogom fújni, hanem ezt az alsó részt a kocsinál. Amúgy arra kell figyelni, hogy vékony rétegekbe kell felvinni kb. 20-25 cm távolságról. Nagyjából 4-5 rétegbe, elején figyelni kell, hogy az első réteg az vékony legyen, hogy utána jól meg tudja fogni a következő vastagabb réteg. Rétegek között 10 percet kell várni a száradásra, és 2 óra elteltével húzható le a fólia, ha minden igaz. A teljes száradás pedig 6-8 óra. De mindenek előtt ugye tisztítani kell, illetve zsírtalanítani. Én a tisztításra sima ablaktörlőt használok, papírtörlőkkel végtörölgetem a felületet, aztán a végén egy féktisztítóval átnyomatom, zsírtalanítás. Na, kezdjük meg a dolgot akkor a tisztítással. Na, hát a takarítás kész van, szép fényes, tiszta. Hoztam még maszkolószalagot, mert az előbb elmaradt, és akkor kezdődhet a maszkolás. Na, vagy vagyok a maszkolással, viszont pár helyen oda tapogattam a kezemmel, úgyhogy megint kell egy lightos zsírtalanítás, aztán mehet a móka. Nos, akkor 3 percig ráztam a festéket, azt írja, hogy 3 percig rázzuk, én megtettem, amit meg kell. Úgyhogy az első az egy tök vékony rétegnek kell, hogy legyen, ugye ez egy tapadó réteg, utána meg mehet a vastagabb réteg 20-25 cm távról, úgyhogy nézzük meg, mit tud a cucc. Ja, és próbafújás kell előtte. Oké! Okay. Jó, első rétegnek ennyi teljesen elég. Most várunk egy 10 percet, aztán folytatjuk. Na, a tapadó réteg után jöhet az első, úgymond valódi réteg. Ugyanígy, mint eddig. Utolsó réteg. Na, és hát akkor az igazság pillanata. Vártam az utolsó réteg óta egy órát, úgyhogy most már tuti megkötött rendesen, illetve annyira, hogy le tudjam húzni a cuccot. Na, úgyhogy kezdjük meg! Na hát elkészültünk a remek művel, hát ez a végeredmény. Nekem bejön a végeredmény, kicsit szélesíti az elejét ez a sötétítés, én azt gondolom. Úgyhogy a fólia bevált, így a festésre.
Szóval egy óra száradás után nem jött le, persze vigyázni kellett azért leszedésnél. Kérdés itt még ugye a hosszú távú használat, hogy hogyan fogja bírni a... Ugye itt fogja kapni a kavics felverődéseket, a bogarakat, úgyhogy én hát őszintén nem adok neki annyira hosszú életet, de meglátjuk. A mosóval ugye kíméletesen kell belevánni majd a gépi mosóba, nem szabad vinni a mucsi az autókat, mert az fényezés nem nagyon szereti. Kézi mosóval meg távolságról kell meg jó irányból veretni, aztán akkor nem fogja szétszedni, de nekem bejön amúgy a végeredmény. Úgyhogy köszi a figyelmet, ez lett volna ennek a Multipus Spray Plus-nak a tesztje. Úgyhogy a következőben találkozunk. Sziasztok!